Már a két játék bejelentésekor sem volt világos, miért akarja a Warner Bros. Interactive Entertainment nem sokkal egymás után ringbe küldeni a Gotham Knights-ot és a Suicide Squad Kill the Justice League-et. Oké, a Rocksteady Studios által fejlesztett utóbbi játékban az öngyilkos osztok tagjait irányítjuk, míg jelentes tárgyában a WB Games Montreal próbálkozásában az évek során a képregényekben egyre népesebbé vált denevér családi fioncaival verhetünk mindenkit bucira, de két nyílt világú szuperhősös címről van szó, amelyek gond nélkül végigjátszhatóak egyedül is, de alapvetően inkább a kooperatív játékélményre építenek. Ennyire nincs új ötlet a fejlesztők közmondásos tarsajában? Ha élhetünk ezzel a szófordulattal, amit minden jóérzésű korrektor flash gyorsaságával törölnek egy cikkből. De ha már a WB Games Montreal ennyire imádja a közhelyeket, mi miért maradjunk ki a sorból? A Gotham Knights-el eltöltött hosszú órák után csak azt tudjuk mondani, remélhetőleg a Rocksteady ennél sokkal többre lesz képes 2023-ban. A WB Games Montreal srácai ugyanis megint bebizonyították azt, amit a 2013-as Batman Arkham Origins-el már egy életre a tudatunkba égettek. Ha a DC Comics szuperhőseiről van szó, ők csak másodhegedűsek lehetnek a londoni Rocksteady mögött. Ez persze nem jelenti azt, hogy a Gotham Knights egy kifejezetten szörnyű játék lenne, sőt, megvannak a saját, eléggé addiktív vonásai is, már ha az ember vevő ezekre. A baj inkább az, hogy amit nyújtani képes, azt mind-mind láttuk már másott, csak éppen jobban. Az egyetlen egyedi kunsztja, a kooperatív élmény pedig messze nem ad hozzá annyit a dologhoz, hogy kiemelje az átlagos kategóriából. De lássuk egészen pontosan mire is képes Nightwing, Batgirl, Robin és Red Hood közös kalandja. Történetünk szerint Batman meghalt, ennek mikéntjét egy meglepően hosszú és kellően látványos bevezető videó részletesen elmeséli. Gotham védelmezőinek halála után az egykori denevér ember négy leghűségesebb társa veszi a nyakába a város megmentését, és határozza el, hogy pontot tesz néhai mentoruk utolsó nagy nyomozásának a végére. A négy főhősnek pedig rá kell jönnie, egy olyan titkos társaság áll a kalamajka mögött, ami már évszázadok óta rángatja a háttérből a szálakat. A sztori a 2012-ben megjelent Scott Snyder által írt Court of Owls, avagy Baglyok bírósága című képregényből merít ihletet. Scott egyébként nem áll rokoni kapcsolatban Zack Snyderrel, amihez tartás véget, ezt nem árt tisztázni. A játékmenet alapjai egyszerűek, mint egy Kevlar kesztyűben kiosztott istenes pofon. Főhadi szállásunkon tudjuk kiválasztani, hogy melyik karaktert akarjuk épp irányítani, vele pedig elkezdhetünk a városban űrjáratozni. Nyomokat kell gyűjtenünk egyszerű utcai bűnözők kiiktatásával, kellő nyom megtalálása után pedig a komolyabb bűntények is megjelennek a térképen. Ezzel párhuzamosan ezerféle egyszerűbb teendő zúdul ránk. Összegyűjthetjük Batman elszórt beterengjeit, felkutathatjuk az általa elrejtett, kiemelkedően jó felszereléseket tartalmazó ládákat, drónokat szkennelhetünk, hogy feloldjunk gyorsutazási pontokat, teljesíthetjük a Batman világ legismertebb mellékszereplőinek kéréseit, és természetesen fő, illetve mellékküldetéseket oldhatunk meg. Utóbbiakból meglepően kevés van, egészen konkrétan három, de ez is inkább csak 2,5-nek érződik, annyira rövid lett az agyakpofához kapcsolódó küldetésszál. Igen, küldetésszál, mivel ez a három mellékág több misszióra van felfűzve. Meglepő, hogy ennyire szűkmarkúan bántak ezekkel a küldetésekkel, és úgy általában a gonosztevőkkel. A DC Comics képregényeiben Batmannek egy halom emlékezetes ellenfele volt. Az, hogy csak Harley Quinn, Mr. Fagy és az előbb említett agyakpofa kerül velünk szembe ilyen formában, kiábrándító. Az Arkham játékok egyik nagy erőssége éppen az volt, hogy kisebb-nagyobb mértékben, de mindig végtelenül okosan és autentikusan elő tudott húzni egy csomó Batman gonoszt. Itt erre még csak a próbálkozás szikráját sem lehet felfedezni. Függetlenül attól, hogy épp melyik karaktert irányítjuk, a szinteződés össze van kötve. Magyarán, ha majd az egész játékot mondjuk Red Hooddal nyomtuk végig, és épp a 26. szinten járunk, de váltani szeretnénk például Batgirlre, ő is automatikusan 26. szintű lesz. Minden karakter megkapja továbbá a főbb küldetések tárgyjutalmait, de ezen túl a lootolás már nem közös, vagyis minden hősnek magának kell új felszereléseket találnia, a páncélok, fegyverek készítésére szolgáló tervrajzokat feloldania. Utóbbiakhoz kapcsolódik az egyszerű, kézreálló kraftrendszer, illetve különféle modokkal még inkább meg lehet bolondítani az éppen viselt cuccainkat. A loot dőlni fog, mint égből az áldás, szóval igazából nem kell túlzottan sokáig matekozni azon, hogy mit akarunk épp viselni, milyen vértet, közelharci és távolsági fegyvert használunk, elég gyorsan rápillantani a statokra, és a magasabb száma jobb elvet követve cserélgetni a tárgyakat. Szuperhős ruhák terén kifejezetten el vagyunk kényeztetve.
A megszerezhető és gyártható göncök nagyon jól néznek ki, részletesen ki vannak dolgozva, és ha már kraftoltunk akár egyetlen darabot is az adott stílushoz tartozó vértből, azután már a transmog opcióval bármikor átválthatunk a hozzátartozó kinézetre, az épp viselt páncélokat pedig színezni is lehet. Festegethetjük a feloldott színsémákkal denevér motorunkat is, ami a városban történő gyorsabb közlekedést segíti elő. Ha nem motorozunk, akkor csákjával fogjuk felrántani magunkat az épületek tetejére, illetve idővel minden karakter megszerezheti saját egyedi közlekedési módját. Ez Batgirl esetében például a köpenyével történő siklás, míg Red Hood misztikus platformokon fog végigugrálni. A szintlépéseket követően képességpontokat oszthatunk el, aktív harci kunsztjainkat, az úgynevezett momentum skilleket viszont nem így, hanem bizonyos feladatok teljesítése után oldhatjuk fel. Ezeket akkor tudjuk elpattintani, ha betelik a képernyő jobb alsó részén jelzett momentum sáv, amit tökéletes kitérésekkel vagy bevitt találatokkal tudunk növelni. A képességek teszik teljesen egyedivé a hősöket, valóban más érzés Robint irányítani, mint mondjuk a Red Hoodot, vagy épp azt a Batgirlt, akinek egyik passzív képessége teljesen láthatatlanná teszi őt a kamerák előtt. Mi a játékidő legnagyobb részében egyébként Red Hoodot nyúztuk, aki egy masszív, nyers erőre koncentráló karakter hatékony távolsági támadásokkal. A harcrendszer nincs túl bonyolítva, ez kifejezetten jól áll a játéknak. A célzás teljesen automatikus, nem kell külön lokkolni az ellenfelekre, elég a megfelelő irányba húzni a támadást és egyből be fog találni. Külön gombot kapott a közelharci és a távolsági hadviselés, de a kis és nagy támadásokat már egy és ugyanaz a gomb indítja el, mindössze attól függ a dolog, hogy egyszer röviden vagy hosszan nyomjuk le azt. A különféle frakciókból felsorakozó tucat ellenfelek két nagyobb csoportra oszthatók. Vannak normál testalkatú legények és hatalmas verőemberek. Utóbbiakat általában előbb ki kell billenteni, és csak utána tudunk nekik bevinni találatokat. Nem nehéz egyébként eltörni ezt a rendszert, mivel ha egy melák a földre kerül és hátulról kezdjük el csapkodni, nem lesz lehetősége egyszer sem feltápászkodni. Valószínűleg nem ez volt a fejlesztők célja. Bár maga a harcrendszer kifejezetten jó, sajnos könnyen unalmas kontroller csépelésbe fulladhat, a legtöbb esetben nem vagyunk rákényszerítve arra, hogy egyedi harcmotort alakítsunk ki minden szituációra. A lopakodás és a lesből támadás is inkább alibi, mint tényleges opció, mind az Arkham játékok, mind a 2018-as Spider-Man sokkal jobban teljesítettek ezen a vonalon. Ha csak a főküldetés nem követeli ezt meg, teljesen felesleges sunnyogni. Sokkal gyorsabb és hatékonyabb a rossz fiúk elé állni és tisztességesen arcon csűrni őket. Ha már a világ legnagyobb detektívje volt a hőseink mentora, nem maradhatott ki a játékból a nyomozás sem. Bűntények helyszínén és a főbb küldetések bizonyos pontjainál át kell vizsgálnunk a bizonyítékokat, majd a megfelelő következtetések levonása után össze is kell kötnünk az egymásra utaló jeleket. Itt nélkülözhetetlen a kellő angoltudás, mivel csak az elolvasott információk alapján tudjuk egymáshoz passzintani a nyomokat, de a választási lehetőségek száma véges, és ha nagyon nem boldogulunk, akkor a játék is segít. A rendszer minden esetre ötletes és üdítően hat a folyamatos akció közben. Minden bizonnyal ti is hallottatok már arról, hiszen ezzel volt tele az elmúlt napokban az egész gamer sajtó, hogy konzolokon nagyon komoly technikai limitációkkal küzd a játék. Nincsenek választható grafikai módok, nem áldozhatjuk fel a részletesebb megjelenítést a nagyobb FPS számoltárán. PlayStation 5-ön és Xbox Series X-en 30 FPS-re vagyunk lekorlátozva. A fejlesztők szerint ezt a hatalmas, részletgazdag világ és a kooperatív játékmód folyamatossága követelte meg. 2022-ben jogosan kezd el az ember húzni a száját efféle indokok hallatán, különösen úgy, hogy egy dedikáltan az új generációra készült játékról van szó, a Gotham Knights nem jelenik meg se PS4-re, se Xbox One-ra, se Nintendo Switch-re. Mi PS5-ön teszteltük, így a PC-s verzióról nem tudunk nyilatkozni, de elnézve a kifejezetten magas gépigényt, ott sem számítunk túl sok jóra. Külön kellemetlen a magyarázkodás egyébként annak tükrében, hogy Gotham fájóan kihalt, több háztömböt kell olykor utazni azért, hogy egyetlen kósza járműbe vagy bóklászó civilbe belefussunk. Világos, hogy csak éjjel megyünk őrjáratozni és biztosan sokan alszanak, de egy közepes magyar városban többen mozognak éjjel az utcákon, mint Gotham Cityben. Olyan szinten néptelen a város, hogy az embernek el is megy a kedve a megmentésétől. Nem fog tőlünk az írócsapat sem buksisimit kapni, sajnos a párbeszédek sablonosak, gyakran unalmasak, és a fő történet szála a nulladik perctől teljesen kiszámítható. Nyilván nem lehet mindig az Arkham játékokkal vagy a Spider-Mannel példálózni, de azért jól látszik, hogy mit lehet kihozni egy szuperhősös címből, ha tényleg keményen odateszik magukat az írók.
Sajnos az NPC-k nagyja is inkább idegesítő, mint megnyerő, és a főhősök is nehezen nőnek a szívünkhöz. A köztük lezajló párbeszédek is gyakran a Hanna-Barbera rajzfilmek szintjén maradnak meg, de azért szerencsére van egy-két igazán jó, humoros pillanat is. Amikor drámát vagy feszültséget akarnak gerjeszteni, hamvába holt ötlet az egész, de az önreflexív humor bizonyos esetekben betalál, és jót derülhet a játékos. A Gotham Knights-ban vannak jó ötletek, de ezek nincsenek rendesen kibontva. Nem rossz dolog például, hogy a főhadi szállásunkon egy-egy méretes parafatáblán vannak összegyűjtve a fő és mellékküldetésekhez kapcsolódó nyomok, és ezeket nézegetni lehet, de nincs tényleges funkciójuk. Az egész játék legnagyobb kunsztja, a kooperatív mód valóban tökéletesen működik, könnyen összeállhat két cimbora vagy random játékosok mellé is odaszegődhetünk, és a nyílt világban egymástól függetlenül is mászkálhatunk, csak akkor vagyunk egymáshoz láncolva, ha a host játékos elindít egy missziót. Külön remek kis extra, hogy együtt játszva a két hős folyamatosan beszélget, közösen kommentálja az eseményeket. Maga a történet viszont mindig egyfűre van eltervezve, így az átvezetőkben csak a host karaktere fog megjelenni. Ha kifejezetten a kóp élmény miatt akartok belefogni a kalandba és ránk hallgattok, akkor az elejétől a végéig az egész játékot párban nyomjátok le. Az önismétlő és unalmas mellékfeladatokat közösen darálni pontosan annyira lélekülő, mint egyedül. A kampányból viszont el tud venni az, ha nem párhuzamosan fejlődtetek, és a magasabb szinten lévő pajtás úgy megy át az ellenfeleken, mint gőzmozdonya a virágos kerten. Ezerszer jobb játék lehetett volna a Gotham Knights, mint amit végül a WB Games Montreal le tudott tenni az asztalra. Tagadhatatlan, hogy jól bejáratott mechanikái addiktívak tudnak lenni, aki szereti a hasonszűrű open world címeket és fetisizálja a nagy térképek szisztematikus kipucolását, meg fogja találni a számítását. Ha viszont abban bíztok, hogy egy remekül megírt sztorit, izgalmas narratívát, parád és párbeszédeket és egymás után megvillantott emlékezetes pillanatokat tartogat nektek a játék, ráadásul a kooperatív lehetőségeknek hála az élmény is teljesen egyedi lesz, csalódni fogtok. Egy újabb Arkham játék kéne ide inkább, de az nagyon. Vagy csak egy sokkal jobb író, esetleg pár saját ötlet. Miután már ti is kipróbáltátok a Gotham Knights-ot, lent a kommentek közt mindenképp írjátok meg a saját véleményeteket is a játékról. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, amennyiben korábban még nem tettétek volna meg, bátran iratkozzatok fel a csatornánkra és bökjétek be a csengőt is, hogy értesítést kapjatok a legújabb anyagainkról. Ha esetleg támogatni is szeretnétek a munkánkat, akkor a csatornatagság vagy a szuperköszönet funkciók segítségével erre is lehetőségetek van. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!